A szarvasi Oyama kupa színvonalát mutatja, hogy mintegy 400 harcos nevezett az eseményre, gyakorlatilag valamennyi szervezet elfogadta az invitálást a versenyre. A bajaiak bő 2 hónapos felkészülést követően utaztak az országos bajnokságra, harcosaink kőkemény fizikai felkészítésen vettek részt. Úgy érzem, hogy a januári munka meghozta a gyümölcsét, ugye ez majd látható is az eredményeken. Gyakorlatilag egy nagyon komoly munkán vagyunk túl. Nem sokat pihentünk, az edzőtábor utáni volt egy hét, ugye, ami a szilveszteri időszak volt, és elkezdtük a felkészülést. A szarvasi Oyama kupán sok mindent visszakaptak a mesterek abból a munkából, amit az elmúlt hetekben elvégeztek a tanítványokkal. A bajai és a vaskúti dojo sportolói összesen 11 érmet nyertek szarvason, közte 3 aranyat. Azért az első kettet mindenféleképpen a bajnokokat megemlíteném. Vaskútról Bíró Botan, ugye Botit ismerjük régről, ugye ő első lett, bajnok lett, Antal Peti, szintén ugye őt szintén ismerjük régről, és azért szeretném itt azért megragadni az alkalmat, pici lányom Kern Anna szintén bajnok lett ezen a tornán. A bajnoki címek mellett 4 ezüst és 4 bronzéremnek is örülhettek a miénk. A következő hetek újabb versenyeket hoznak majd. Előbb a Diákolimpiára utaznak nagyobb csapattal a karatékáink, majd március közepén a belgrádi Dominika kupán lesz jelenésük.